Kedves Celestia hercegnő, azt tanultam a Pörri fandomról, hogy... Na azért ne siessünk ennyire előre. Először is köszönöm nektek a 150 feliratkozót, mivel én egy kis csatorna vagyok, és így szájról szájra terjed a műsorom, mint a népdalok, ezért ezt a 150-et csak nektek köszönhetem. A második, hogy ennek a kommentnek megígértem, hogy még mielőtt megcsinálom ezt az egész Pörri konklúzió akármit, válaszolok a kommentjére. Röviden leírta, hogy egyrészt alaposabban utána kellett volna járnom ennek az egésznek, meg mert hülyeséget mondok. Másrészt, hogy egyedül kevés vagyok ehhez az egészhez, hogy ezt a mély és összetett szubkultúrát feltárjam. És ezzel teljes mértékben egyet is értek. Teljesen igazad van abban, hogy nem ástam bele magam elég jól, nem ismertem elég jól ezt a fandomot, és nem tudtam róla semmit, és még hülyeségeket is mondtam. De amikor elkezdtem, akkor ezzel tisztában voltam, és még akartam is, hogy így legyen. Egy egyszerű hétköznapi emberként vágtam bele ebbe a fandomba, hogy annyit tudtam róluk, hogy vannak, és gondoltam, hogy epizódról epizódra jönnek majd emberek, akik kijavítanak, észreveszik a hibákat, megmondják, hogy mi a rossz. És ez így is történt. Az egészet ott rontottam, hogy nem öltem bele elég energiát, és inkább a harmadik rész után azt mondtam, hogy ahhoz, hogy ezt normálisan fel tudjam tárni, minimum egy 5 fős csapat kéne nekem, és legalább 3 vagy akár 4 évig is csak ezt kéne kutatnunk, és folyamatosan csinálni róla a videót, és erre nekem se energiám nincsen, se csapatom, úgyhogy itt álljunk meg, és legyen ennyi. Azok, akik meg megnézték, és ebből a videóból informálódtak, azoknak meg talán pont csak ennyi kellett ahhoz, hogy ők maguk is belevágjanak ebbe a fandomba. És már csak ezért sem mentem el külföldi fandomokat felkutatni, mert ahhoz, hogy elkezdjük ezt az egészet, itthon kell elkezdenünk. Az itthoni fandomot megnézni, az itthoni emberekkel beszélgetni, és ha megismertél itthoni embereket, majd azokkal kimenni Berlinbe, a mit tudom én milyen Fördenszt, akármire, amire engem is elhívtak amúgy, de nem fogok elmenni. És akkor ezek után jön, hogy kedves Celestia hercegnő, ma azt tanultam a Pörri fandom... Hogy még mindig nem ez a rész jön, mert szeptember végén volt ez a Fördenszt, ahova meghívtak, kifizettem a belépőt, megcsináltam a videót, hogy ott tudunk találkozni, és 2 nap múlva lemondták az egészet. Majd egy pár nappal később valaki megkeresett, és elhívott engem személyesen egy parkba, mert hogy ott ilyen Fördenszt pótló, akármit szerveznek, és akkor menjek el oda. Hát nem vagyok nagy parti arc, valószínűleg nem fogom magam jól érezni. De aki elhívott, az mondta, hogy nyugodjak meg, a Pörri kedvesek meglátják, hogy egyedül vagyok, akkor még ők fognak oda jönni hozzám, hogy megismerjenek engem. Úgyhogy fogtam magam, elmentem oda, és azzal szembesültem, hogy mindenhol ilyen kis csoportok voltak, meg ott voltam én, tök egyedül. Gondoltam, nincsen semmi gond, majd valamelyik csoport észrevesz, hogy egyedül vagyok, és befogadnak. Ez persze nem történt meg, úgyhogy én mentem oda a csoportokhoz. Na most, hogyha van egy baráti kör, akivel beszélgetek, és oda jön egy idegen ember, és így néz minket, akkor csak oda nézek, és megkérdem, hogy amúgy ki vagy, és mit akarsz, vagy valami, ami nem történt meg. Oda mentem az egyik csoporthoz, ugyanúgy folytatták a beszélgetést, hogy eddig észre se vették, hogy ott vagyok. Mondom, jó, akkor átmegyek a másik csoporthoz. Ők rám néztek, elfordultak, és elmentek a harmadik csoporthoz. Mint ha egy fantom lennék, aki csak így ott van, és látja az eseményeket, de nem tud benne részt venni. Hát, mondom, nekem ennyi elég volt a Pörri fandomba, megyek haza. Kb. 1,5 órát lehettem ott, vagy 2, nem tudom. De az 2 kellemetlen óra volt, az biztos. Na és akkor ezek után, kedves Celestia hercegnő, mit tanultam ma a Pörri fandomról? Hát, hogy őszinte legyek, fogalmam sincs. Azok után, amiket megtapasztaltál, ajánlanád a Pörri fandomot másoknak? Kérdés nélkül, igen. Ja, tudom, most rohadtul meglepődtél ezen a válaszon, pláne azok után, amiket az előbb elmondtam. De hogyha belegondolsz, hogy mondjuk tök egyedül vagy, csatlakoz egy ilyen Pörri fandomhoz, kiírod, hogy te új vagy, szeretnél ismerkedni, rögtön írni fognak neked, rögtön el fognak hívni téged ilyen bulikra, és ha nálam nagyobb parti arc vagy, akkor még abban is biztos vagyok, hogy nagyon jó barátokat is fog szerezni. Úgyhogy igen, tudom ajánlani a Pörri fandomot akárkinek. Ha tetszett a videó és szeretnéd segíteni a YouTube-os munkámat, akkor egy lájkkal, feliratkozással és megosztással rengeteget segítesz nekem. De ami a legfontosabb, hogy ne hallgassatok rádiót.